Az idejében már a harmadik alkalommal szerveztük meg a madárgyűrűző akciónkat. Minden eddig több hallgató jelent meg az eseményen. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon nagy siker számunkra, hiszen az időjárás is kedvező volt hozzánk, a madarak száma is kedvező, hiszen a tavalyban kb. Egy olyan 10-15 madarat fogtak be a gyűrűzők, most jelen pillanatban egy olyan 20 madárnál járunk. Én úgy gondolom, hogy mindenféle tekintetben ez az esemény sikeres volt, mind a létszámot tekintve, mind pedig az eredmény tekintve. Ennek a akciónak az a célja, hogy azok is megismerhessék a madárgyűrűzés folyamatát, akik soha nem láttak ilyet, vagy mást gondolnak erről. A madárgyűrűzés lényege az, hogy kézbe kerül a madár. Speciális madárfogó hálót feszítünk ki olyan helyekre, itt most jelen esetben a régóta működő madár etető két oldalára, ahol tehát a madarak mozognak, járnak, és mivel ez a háló vékony, szálú, fekete színű, nem látszik messziről a madaraknak, és ezért akadálytalanul belerepülnek, megfogóznak, és időről időre kiszedjük őket a hálóból, behozzuk ide a sátorhoz, a központba, és itt különböző méreteket veszünk fel róluk, de előtte megkapják azt a bizonyos madárgyűrűt, ami az egész folyamatnak a lényege. Ez egy egyedi azonosítóval ellátott alumínium lapocska, henger alakú, amelyen mindenképpen szerepel a Budapest felirat, amely ugye minden országban, ahol a madár előkerül, tudják, hogy ha Budapest, akkor hova kell küldeni, valamint egy azonosító betű és számkód, így örökre eljegyezzük a madarakat a tudománnyal. Az elkövetkezendő időszakban, ugye március 22-a a vízvilágnapja, ehhez kapcsolódóan a tervek szerint a hidrobiológiai tanszékkel fogunk egy közös vízvilágnapi szakmai kirándulást szervezni, valamint a földórájára is szervezkedünk, hiszen aznap pedig az időpontja március 28-a, egy meglepetéssel fogunk szolgálni valószínűleg a Kossuth kollégium lakói számára.